Gumigranulátummal töltik meg a diákok a zsákokat. Ebből a nagyméretű bálából kell kipakolniuk a szemcséket. A feltöltött zsákok tartalma építkezéshez kell majd. A feladat könnyű fizikai munkának minősül, délelőtt már el is készülnek vele. Először is rendkívül tapasztalatokat tudunk gyűjteni, ezt bárhol fel tudjuk használni, például gazolás, stb. Ezeket otthon is fel tudjuk használni, és ezzel be tudunk segíteni az otthoni létekben is. Azon kívül viszonylag érdekesnek találom ezt a munkahelyet mondván. Elég sokat tanultam itt is, főleg az, hogy ne adjuk fel ezt a bizonyos feladatot, és mehetünk tovább a következőre, precízen végezve a munkánkat. Akkor a granulátumot ugyebár építkezésekhez használjuk, és ezért töltjük be a zsákokba, hogy fel tudják a későbbiekben használni az itt lévők. Számít az, hogy hány zsákot töltötök meg? Nem igazán számít, ugyanakkor el kell végeznünk a feladatot. 10 vagyunk erre a feladatra, úgy gondoljuk, hogy ez elvégezhető bizonyos időn belül. 6 órát dolgozunk, 7-től 13-ig, és nem tudok konkrétan mit szólni ehhez, mivel lefáradunk, az biztos, és ezen kívül eléggé érdekes feladatokat tudunk kapni. Kicsit odébb lányok gyomlálnak a sportpálya szélén. A felesleges gaz távolítják el. A védőkesztyű használata fontos a sérülések elkerülése véget. Ez a második munkám, eddig nem itt voltam, de most erre a júliusra vállaltam, hogy azért még tudjam élvezni is a nyarat. Gazolunk, meg így a munkákba segítünk be. Jó a társaság, meg úgy jó, mégse, hogy csak otthon ülni. A Dombóvári Önkormányzat 20 éve szervezi meg a diákmunkát a szünidőn lévő fiataloknak. Erre a július és az augusztus hónap a legalkalmasabb. A diákmunkaprogramot havonta indítják, így mindig más és más fiatal tud munkát vállalni. Akad olyan diák, aki maradt 2 hónapig, de a fiatalok 75%-a általában kicserélődik, mondta Pintér Szilárd polgármester. A Szuvai Sportcentrum nyári felújítási karbantartási munkájában mindig aktív résztvevők, hiszen a sportpályákat ilyenkor kevesebben használják. Ez megteremti annak a lehetőségét, hogy zökkenőmentesen tudjanak ezek a munkálatok folyni. Nagyon örülök, hogy évről évre túl jelentkezés van a diák munka tekintetében, és azt gondolom, hogy becsületesen szorgalmasan végigdolgozzák. És nyilván annak az időpontja is eljön, amikor az utolsó nap van egy pinzapartira hívom őket meg a múzeum kertbe, és azt gondolom, hogy ez is az a rendezvény, amit akik már visszatérő diákmunkásaink várják és jó szívvel fogadják. Mint láthattuk, a könnyű fizikai munka során lapátolnak, gyomlálnak és a falburkolatot tisztítják le a középiskolás diákok.